Ja bih vam samo poželeo sretne božićne i novogodišnje praznike i da sljedeću godinu radimo kao što smo i do sada radili, da slobodu reći i izražavanje mišljenja pratimo na ispravan način i da kažemo da ako postoji sloboda, mora da postoji i neka odgovornost. Ta znači odgovornost je upravo i na nama i na vama da vodimo računa da se objavljaju ispravne stvari, da se ne vodi računa o nekim poluistinama, fabrikovanju istina, nego ono što jeste, što je fakat, što je tačnost, to je zadatak svih nas zajedno. Ja vam se još jednom zahvaljujem i sretni Božić, novogodišnji praznici, gledaj već, gospodin Bufan. Jó napot kívánok! Én is a városi képviselőtestület nevében és a saját nevemben majd tisztelettel köszöntöm és üdvözlöm az írott és az elektronikus média képviselőit. Köszönöm szépen az egész éves együttműködést, köszönöm szépen, hogy jóban és rosszban, hóban, hagyban, esőben, sárban mindig ott voltak velünk, akár a kampányban, akár utána, hogy mindig objektíven tájékoztattak azokról az eseményekről, amelyeken mi jelen voltunk. Nagyon köszönöm ezt önöknek, mert úgy gondolom, hogy azt nyilváníthatjuk megtörténtnek, amiről önök tájékoztatnak. És ez nagyon fontos, az objektív tájékoztatás, nem a féligazságok, hanem a teljes igazságok elmondása. Igaz, sokszor az igazság nem szép, sőt csúnya, de azt is el kell mondani. Én nagyon bízok benne, hogy ugyanez az együttműködés fogja a munkánkat, a közös munkánkat, hiszen nekünk szövetségesekre van szükségünk, és önök eddig is partnerek voltak ebben, remélem, hogy ezután is, és hogy segíteni fogják a munkánkat az elkövetkező évben is, ami úgy gondolom, hogy nem lesz egy könnyű év, sem nekünk, akik fölvállaltuk a város vezetését, sem önöknek, akiknek erről tájékoztatni kell. Bízok benne, hogy jól együtt fogunk működni. Ennek a tükrében és ennek a jegyében kívánok mindannyiunknak nagyon boldog, sikeres új esztendőt, és azoknak, akik 7-én ünneplik a január 7-én ünneplik a karácsony, áldott karácsonyi ünnepeket kívánok. Ja se zahvaljujem svima vama na cijelogodišnju saradnju. Hvala vam lijepo što ste uvek bili uz nas i za vrijeme izbora i posle toga, da ste uvek objektivne vesti slali u štampu i u medije i da, jer znamo svi mi da ono možemo smatrati da se desilo, o čemu vi dajete izveštaje, dajete vesti. I jako je važno da to bude objektivno. Svima vama želim sretnu novu godinu, dobro zdravlje, veselje i onima koji po julijanskom kalendaru slave Božić, želim blagoslovljene praznike. Hvala vam lijepo.